Gyújtópont. Nálunk elég egyetlen hírszikra. Ez a Gyújtópont, a mikrofonnál Király Tamás, vendégünk pedig Gyarmati István, biztonságpolitikai szakértő. Itt van velünk a vonalban, jó napot kívánok, üdvözlöm. Jó napot kívánok. Még vasárnap közölte az Amerikai Egyesült Államok, hogy ismét légi csapásokat hajtott végre Irán által támogatott milíciák ellen Szíriában és Irakban, ezúttal annak megtorlásául, hogy a milíciák robbanószerrel felszerelt drónokkal és rakétákkal támadtak Irakban amerikai katonákat és létesítményeket. Egy civil szervezet szerint a légi csapások legkevesebb 5 halálos áldozata van. Ez lesz a mai témánk, és akkor rögtön az első kérdés, hogy mennyire meglepő most ez a válaszcsapás? Sajnos, hogy ez nem újdonság. Ezek ma hosszú évek óta folyik ez a fajta sajátos háború, ami újdonság, hogy Irán, ha jól emlékszem, Irakban még nem történt ilyen, de hát Szíriában rendszeresen, nem csak az amerikaiak, hanem az izraeliek, és főleg az izraeliek. Hát itt olyan alapvetően iráni befolyás alatt álló erők, tulajdonképpen főleg a Hezbollah nevű iráni szervezet vannak jelen, akik veszélyeztetik a térségnek a biztonságát, meg a békéjét, és hát ezzel szemben lépnek föl az izraeliek, az amerikaiak alapvetően, ugye mások is, de katonai erővel ez a két ország szokott közbelépni. Tehát mondom, azon kívül, hogy most Irakban is történt egy ilyen támadás, azon kívül ez sajnos már megszokottnak lehet nevezni. Az, hogy áldozatok is vannak, hát minden ember életér kár, de hát sajnos a háborúban vannak áldozatok. Nem is tudjuk egyébként pontosan, hogy mennyi, mert ugye amit a szíriai kormányzat hírügynökség nyilvánosságra hozott, hát az ugye vagy igaz, vagy nem. Ugye láttuk azt, hogy Iránban néhány nappal korábban elnökválasztás zajlott, ahol egy kifejezetten véreskezű elnököt választottak. Látjuk azt, hogy a proxy háborúk folyamatosan zajlanak, viszont talán ami egy kicsit meglepőbb, hogy sokan azt várták, hogy Joe Biden majd egy sokkal lágyabb közel-kelet politikát fog folytatni, a megegyezésre és a békére fog törekedni, de ennek ellenére egyelőre úgy tűnik, hogy azért az Egyesült Államok bátran oda csap, hogyha szükséges. Hát akik ezt gondolták, azok nem ismerik Joe Bident és az adminisztrációját. Rosszul gondolták, szerencsére az amerikaiak elkötelezettsége változatlan. Ugye nem azért, mert ők kevésbé akarnának békét, hanem pont azért, mert azt gondolják, hogy azok akadályozzák a békét és veszélyeztetik a biztonságot, akik ellen ezeket a csapásokat mérik, és ezért próbálják meg ugye ezeket a képességeket megsemmisíteni, vagy csökkenteni és elrettenteni azokat, akik ilyesmire gondolkoznak. Ebben azt gondolom, hogy a Biden adminisztráció ugye pontosan azt csinálja, amit a Trump adminisztráció csinált ezen a területen. Csak hogy megértsük, hogy itt mi történt, ugye azt mondják, hogy ezek megtorló hadműveletek voltak, méghozzá olyan műveleti létesítményeket és fegyverraktárakat támadtak, amelyek Szíriában és Irakban találhatóak. Hogy jön a képben Irán? Gyakorlatilag elmondhatjuk, hogy megint az zajlik, hogy Irán utasításokat ad iraki és szíriai milíciáknak, hogy helyettük hajtsanak végre támadásokat? Hát ugye Szíriában Irán nagy erőkkel van, a Hezbollah nevű terrorszervezeten keresztül nagy erőkkel jelen van, tehát ott nem csak ebben az esetben azt gondolom nem is elsősorban a valóban egyébként iráni befolyás alatt álló szíriai erőkről van szó, hanem egyértelműen a Hezbollah erőiről, amelyik Irakban és Szíriában, meg Libanonban is jelen van. Ugye Irakban talán inkább ilyen helyettesi háborúk, tehát iraki milíciák, amelyek iráni befolyás alatt állnak. Szíriában és Libanonban egyértelműen ez a Hezbollah maga, amelyik hát iráni nem csak pénzelésről, hanem iráni felszerelésekkel és a személyi állománnyal rendelkező erő. Tehát ez egy közvetlen iráni részvétel. Irakban inkább
az iraki milíciáknak a befolyásolása jellemző Irán részéről. Ha már a Hezbollahot említette, akkor hogy látja most, milyen az ő katonai felszereltségük, mert amikor így az európai emberek erre a térségre gondolnak, akkor nagyjából az jut eszükbe, hogy biztos ilyen teljesen fejletlen fegyverekkel pásztorok rohangálnak, tehát nagyjából ez a kép van, viszont amikor meg megnézzük a híradásokat, akkor itt már komoly technikai eszközökről, drónokról, fegyverekről olvashatunk. Persze, hát ez a pásztorok előveszik a erőtöltős puskájukat, ez már egy nagyon régi kép, hogy ez sajnos ezek elég jól fel vannak szerelve, ugye egyrészt ezeket a fajta fegyvereket a világpiacon elég könnyen be lehet szerezni, csak pénzkérdés a dolog, meg hát ugye Irán el is látja őket fegyverekkel, és talán még mások is, de Irán egész biztosan, ugye hát a Hezbollah, mint saját erőjét egész biztosan, de szerintem nagy valószínűséggel állíthatjuk, hogy az iraki milíciáknak is szállítanak fegyvereket. Ezek a fegyverszállítások mennyire legálisak a nemzetközi jogban? Ha lebukna Irán, vagy tényleg bizonyítható lenne az, hogy ezt ők teszik, akkor érheti őket emiatt szankció? Hát nem legálisak. Egyébként ugye mi azt gondoljuk, hogy a Hezbollah jelenléte Szíriában és Libanonban sem legális már maga a jelenléte sem, de hát sajnos itt azért sok mindent nem nagyon lehet tenni, hiszen a nemzetközi jogot ezek az erők nagyon ritkán tartják be, vagy egyáltalán nem tartják be. Ugye a terroristák egyáltalán nem szokták betartani, és hát Irán se arról híres, hogy nagyon a jogállamiság uralkodna ott mind belső, mind külső körülményeket tekintve. Mit vár most a következő időszakban azzal, hogy megtorló csapások vannak, gyakorlatilag folytatódik az, ami eddig is volt az elmúlt évtizedekben, és egy kicsit úgy tűnik, mintha ez egy ilyen soha véget nem érő történet lenne. Hát igen, nem várom, nem gondolom azt, hogy ezek véget fognak érni. Hogy aztán a közel-keleti helyzet, hogy általában hogy alakul, azt nem tudjuk, hogy nagyon sok minden van mozgásban. Ott vannak ezek az Ábrahám egyezmények, ahol Izrael megállapodott néhány arab országgal, és várhatóan, legalábbis reményeink szerint, az amerikai-izraeli várakozás szerint újabb országokkal is köthettek ilyen megállapodásokat. Ugye átstruktúrálódott az arab világban, már nem ez van, hogy egyértelműen minden arab ország egymásra a szövetségben, és a palesztinokat támogatva Izrael ellensége lenne, és hát ott van Irán, amelyik meg azt gondoljuk, hogy atomfegyverek előállításán dolgozik, és ez ezeket célba juttató eszközöknek az előállításán, és hát ugye itt a nagy kérdés az, hogy sikerül ezt a folyamatot megállítani, és hogyan sikerül-e visszatérni abba az úgynevezett atomalkóba, amit korábban még Obama idejében kötöttek az irániak, Európa és az Egyesült Államok, amiből Trump kilépett, vagy nem sikerül, és akkor más eszközökhez kell folyamodni. Ha nekem jósolni kellene, én azt gondolom, hogy elég kicsi a valószínűség annak, hogy sikerül visszatérni ez a megállapodásod, úgyhogy be is tartsák. De egyáltalán fontos ez az atomalkú, hiszen ahogy ön is említette itt az utolsó mondatban, hogy be is tartsák, hát korábban sem tartották be. Hát, ugye ez kérdés, azért nagyjából egész évből azt betartották, amit vállaltak. Az a probléma, hogy ugye ennek az egyezménynek olyan volt, mint egy jól kifejlett svájci mentális sajt, hogy sok lyuk volt benne, amit az egyezmény betartásával is azt jelentette, hogy nem terjedt ki bizonyos területekre, és itt három dolgot szoktunk említeni. Az egyik, hogy egy viszonylag közeli lejárati ideje volt, ami hát ebben az összefüggésben nem túlságosan nagy biztonságot ad, hogy nem terjed ki a célba juttató eszközökre, és nem terjed ki arra, hogy Iránnak a tevékenységét, a terrorizmus támogató tevékenységét csökkentse, vagy megszüntesse a térségben, úgyhogy főleg ez a három probléma volt. A betartás az egy nehéz kérdés, mert azt gondoljuk, hogy azokban a létesítményekben, amelyikre volt rálátásunk, ellenőrzés lehetett végrehajtani, ott nagyjából egész évből betartották, csak hát ugye nem tudjuk, hogy vannak-e más létesítmények, és amiről nem tudunk, azt nem tudják, hogy nem tudjuk, hogy ott betartották-e. És az a gyanú, hogy vannak.
látjuk azt, hogy szinte mindegyik szereplőnél mozgásban van a politika. Amerikában lezajlott az elnökválasztás, Iránban lezajlott az elnökválasztás, és Izraelben is kormány átalakítás volt. A személyi cserék azok mennyire jelentenek koncepciócserét is, vagy a biztonsági védelmi tanácsadók maradtak nagyjából ugyanazok, és ugyanazt az irányvonalat képviselik? Amerikában elég jelentős változás következett be, azt hiszem, hogy a három közül, amit említett, az a, ott következett be a legjelentősebb változás, nem abban az értelemben, hogy az amerikai politika alapjai megváltoztak volna, de nagyjából inkább a módszerek, ahogy Joe Biden meg akarja őket valósítani, el akarja érni, azok mások, mint Donald Trump, meg a stílus más, meg hát ugye vannak azért más problémák is, vagy más változások is, amik Amerikában nagyon fontosak. Iránban van annak jelentősége, hogy egy tömeggyilkos került a elnöki székbe, ez ugye már önmagában nem egy visszatójel, de ott én nem várok nagyon lényeges változást, mivel a politikát eddig is, és ezután is a vallási vezető határozza meg, és az történik, amit ő mond, itt nüansznyi különbségek voltak és lehetnek, de hát látok, hogy 8 éven keresztül egy iráni mércével nagyon mérsékeltnek számító elnöknek se sikerült azért túlságosan sok és hosszú távú változást elérni. Izrael meg ugye változásban van, ott van egy koalíció, az utóbbi időszak leghosszabb ideig regnáló és talán legsikeresebb izraeli miniszterelnök, ugye Netanyahu távozott a miniszterelnöki palotából, a palotából még nem csak a székből, és hát egy ilyen nagyon heterogén koalíció vette át a kormányt, hogy az meddig fog tartani, és mit fog tudni megvalósítani, azt nem tudjuk, de Izraelben azért abban biztosak lehetünk, hogy bárki is fog kormányolni. Ország biztonsága az minden kormánynak legelső, második, harmadik és sokadik feladata, és ehhez nagyon ragaszkodnak. Utolsó kérdés, hogy azért azt látjuk, hogy a fegyverkezés szempontjából talán továbbra is az Egyesült Államok és Izrael megőrizte az elsőbségét. Ez mindig így marad, és ez pusztán pénzkérdése, vagy mondjuk Irán a perzsa tudással, meg mondjuk beimportált tudással tulajdonképpen egyszer majd felveheti a versenyt, és akár sokkal nagyobb veszélyt is jelenthet a világra és a térségre is. Ugye hát az említett nukleáris fegyver előállítása, meg hordozó eszközök, ez egy nagyon veszélyes dolog. Ezt látni lehet, tehát ezt azért viszonylag nem könnyebb, de valamilyen módon lehet kezelni végső soron, mondjuk katonai eszközökkel is, amit senki se szeretne, de rákényszerülhet végül is Izrael, meg az Egyesült Államok, meg Szaúd-Arábia, hogy ezt tegye. Ugye én azt gondolom, hogy a nagyon destabilizáló tényezők azok ezek az újfajta fegyverek, a drónok alapvetően, amiket olcsón és hát viszonylag egyszerűen lehet előállítani, meg azok a rakéták, amiket mondjuk a gázai övezetben, de akár a Hezbollah és Libanonban előállítanak és tartalékolnak, ugye ezek ellen nagyon nehéz védekezni. Ugye látjuk, hogy Izraelnek van ez a Vaskupola nevű rakétaellárító rendszere, ami nagyon sikeres és nagyon eredményes, bár nagyon drága, de Izrael már látja, hogy ez például a drónok ellen nem nagyon alkalmazható, úgyhogy most egy hasonló rendszert próbál, ami rézer ágyukkal működik, hogy a drónokat is el lehessen szedni. Szóval azért nyilván nem ilyen stratégiai fegyverek területén, de hát nagyon sok veszélyes fegyver van a közel-keleten, és lehet még azoknak a kezében is, akik nem érdekeltek a békében, például a terroristákról, ha beszélünk, Hamas, Hezbollah, és az őket támogató államok, mint Irán. Gyarmati István, köszönjük szépen, hogy velünk volt. Nagyon szívesen, viszontlátásra.